HP nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton a HP Smart-tal macOS rendszeren. Ha szeretné beállítani HP nyomtatóját vezeték nélküli hálózatán, hogy megeszközről nyomtathasson, három egyszerű lépést kell követnie. Első lépés a HP Smart alkalmazás telepítése. Második lépés a nyomtató előkészítése a hálózati kapcsolatra. És a harmadik lépés a nyomtató párosítása a HP Smart appal. Első lépés a HP Smart alkalmazás telepítése. Ha még nem rendelkezik az ingyenes HP Smart appal a számítógépén, az alkalmazásboltból vagy a 123.hp.com-ról töltheti le. Amikor első alkalommal nyitja meg az appot, a folytatáshoz el kell fogadnia a feltételeket. A bejelentkezés képernyőn a következőket teheti, beállíthat új nyomtatót, bejelentkezhet vagy létrehozhat HP fiókot, illetve választhatja a kihagyás gombot. A kihagyás választása esetén közvetlenül a HP Smart App kezdőképernyőjére kerül vendégként, és később is létrehozhat fiókot. Fiók létrehozásával további HP Smart nyomtatási funkciókhoz, például a szkenneléshez is hozzáférhet. Ezt a videót egy fiók létrehozásával folytatjuk. Válassza a bejelentkezés, majd a regisztráció lehetőséget. Adja meg adatait, és válassza a létrehozás gombot. Ekkor kap egy e-mailt az e-mail címe megerősítéséhez. Nyissa meg az e-mailt, és válassza az ellenőrzés gombot. Térjen vissza a HP Smart apphoz, és adja hozzá a telefonszámát, ha szeretné. Válassza a folytatás gombot. Ekkor a HP Smart App kezdőképernyőjére kerül. Második lépés, a nyomtató előkészítése a hálózati kapcsolatra. A HP Smart csak olyan nyomtatókkal párosítható, amelyek észlelhetők a vezeték nélküli hálózaton. Ehhez engedélyeznie kell a nyomtató Wi-Fi beállítási módját. Kapcsolja be a nyomtatót. A Wi-Fi beállítási mód engedélyezése a nyomtató típusától függően eltérően történik. Érintőképernyős menüvel rendelkező nyomtatók esetén keresse meg a Beállítások menüt vagy a Fogaskerék ikont. Válassza ki a Hálózati beállítások menüt. Válassza a Hálózati beállítások visszaállítása elemet. Válassza az Igen gombot. Érintőképernyő nélküli nyomtatók esetén a Mégse gomb megnyomásával ébresztheti fel a nyomtatót az alvó módból. Tartsa lenyomva a Vezeték nélküli és a Mégse gombot egyszerre 5 másodpercig. LaserJet Pro nyomtató esetén tartsa lenyomba a vezeték nélküli gombot addig, amíg az üzemkész és figyelemjelző fények egyidejűleg villogni nem kezdenek. Engedje el a gombokat a Wi-Fi beállítási mód visszaállításához. Előső világítással rendelkező nyomtatók esetén tartsa lenyomba a nyomtató hátsó részén lévő Wi-Fi gombot 5 másodpercig. Amikor a nyomtató belép a Wi-Fi beállítási módba, az előső világítás villogni kezd, és megváltoztatja a színét. Harmadik lépés, a nyomtató párosítása a HP Smart appal. Most, hogy a nyomtató Wi-Fi beállítási módban van, térjen vissza megeszközéhez. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi és a Bluetooth be van-e kapcsolva a számítógépen. A HP Smart kezdőképernyőjén válassza a nyomtató hozzáadása elemet. A HP Smart megkezdi a nyomtatók keresését a hálózaton. Amikor megjelenik a nyomtatója, válassza ki. Miután a nyomtató csatlakozott a hálózathoz, válassza a folytatás gombot. Amennyiben nyomtatója támogatja a HP Plus vagy a HP Instant Ink szolgáltatást, megjelennek a regisztrációra vonatkozó lehetőségek. Ha a rendszer a nyomtatóillesztő program telepítésére kéri, válassza a nyomtatók és lapolvasók elemet ekkor a macOS nyomtató beállítási menüjébe kerül. Az illesztő program telepítéséhez válassza az eszköz hozzáadása gombot, és válassza ki a nyomtató típusát. A HP Smart befejezi a nyomtató beállítását a hálózaton, és visszatér a kezdőképernyőre. Most már készen áll a nyomtatásra. Ehhez válassza a dokumentumok nyomtatása vagy a fényképek nyomtatása csempét, és válassza ki a nyomtatni kívánt elemet. Az előnézeti ablakban módosítsa a nyomtatási beállításokat, és válassza a nyomtatás gombot. A nyomtató kinyomtatja a fotót vagy dokumentumot. A HP Support YouTube csatornánkon további hasznos videókat találhat.